segítség. Senki nem látta, ha sírtam, de ez egy könnyű győzelem. Egy vegánnal vagyok fasírban. Az emós fejed úgy néz ki, mint Marilyn Manson kora reggel. És lehet, hogy halott vagyok, de legalább nem SoundCloud rapper. Billy a depresszióba kultuszt épített, de most sírni fog, mert az ocsmány hajad láttán Amanda úgy köszöpol, mint Sweeney Todd. Hány rosszul kiosztott Grammy kell, hogy az öngyilkosságról meggyőzzünk? Nekem 13 okom volt, és a Bieber lázad csak egy köztük. És hirtelen mindenkit érdekelni kezdett, amit ez a kis csaj érez. Mi? Hogyan tudnál ártani nekem, ha magadon is alig tudsz végezni? Pedig az összes létező ismerősöd azt látta már rég, hogy kimúj. Te egy ribi vagy a rossz lány a pontról, és én vagyok a rossz fiú. Úgyse vágod, amit mondok, bezzeg, ha csuklód lenne. Ez a szám is csak azért lesz sikeres, mert Billie Eilish van benne. Vehetnék neked egy barátot, az előzők nem olyan jók, mi? Ja, elhagytak, szegény Amanda, kénytelen vagy egyedül lógni. Billy az összes baromságát a mikrofonra ordibálja, de nézzétek el, neki egyre rosszabb a Tourette szindrómája. Az én hagyatékom egy szervezet, ami depressziósokon segít. A tiéd néhány kisgyerek, akik nyalják Post Malone seggét. Ha a szerepeinket nézzük, kétlem, hogy Billy hozzám felér, mert olyanok összevetve, mint a videóm, fekete és fehér. Ha Amanda azt hiszi, legyőzhet, van egy meglepim a számára. Szóval retteg préri farkas, és írt, hogy ahú a tábládra. A hisztériád nem egy mozgalom, csak egy depis kislányos párnacsata. A videót pedig szó szerint a szürke 50 árnyalata. Az alagatódra a párod max egy ásóval jöhetne el, érted? Mindegy, mennyi bót iszol, a lelked nem lesz fehérebb.